Rekordközeli összeggel gazdálkodhat Nyíregyháza önkormányzata 2019-ben. Több mint 73 milliárd forintos költségvetést fogadtak el a legutóbbi közgyűlésen. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Ferenc polgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, milyen mérleget hoztak a tavalyi évről 2019-re? Ugye tavalyi volt ebben az összefüggésben a rekordköltségvetés, akkor valamivel több mint 500 millió forinttal magasabb volt a mérlegfőösszeg. Most 73,3 milliárd, mind a két költségvetésre jellemző, amellett, hogy kimagasló, hogy több mint felét a fejlesztések, a felhalmozási kiadások jelentik. Az elmúlt évben 56 projektünk volt, ebből 54-et be is fejeztünk. Két átnyúló projekt van, ami nyárig elkészül, az egyik a Tünde utcai építkezés, felújítás, a másik az Örökös földön, az is egy komplex csomag, a Semmelweis Törzs utcai körforgalom megépítése, ugye ott elkészült a Szalag utca, a Törzs utca újra aszfaltozása, a négyeshez az új elkerülő, új eltérő, tehát több elem elkészült, de ez ütemezett szerint, tehát késedelem nincs, május-júniusra befejeződnek a munkák. Azt remélem, hogy az idén is így lesz, ennek már, hogy mondjam, a megalapozása is megtörtént, már decemberben volt három fejlesztési csomagunk tenderbontása, múlt héten megint volt, tehát ütemesen haladunk annak érdekében, hogy mint tavaly is, már márciusban, hogy lehet a külterületen külszíni munkákat, útépítés, csapadék, felújítás elvégezzük. Beszéljünk egy kicsit a bevételi oldalról. Miből fog összeállni ez a 73,3 milliárd, hogy honnan fog bejönni? Nagyon nagy rész, ahogy említettem, több mint a fele ennek az összegnek a fejlesztésekre nyert forrásaink, nagyobb része EU-s források, illetve vegyesen, mert a modern városiak azok költségvetési források, vannak egyéb nyertes pályázataink is, és a másik elem a saját erő. Itt nagyon fontos tétel az, hogy az adóbevételeink nagyon szépen alakultak. Összehasonlításként 2010-ben 7 milliárd 38 millió forint volt az összadóbevételünk, az elmúlt évben ez már 11 milliárd 900 millió, és én azt remélem az idén a 12 milliárdot is átlépjük. Ez nyilván ad lehetőségeket. Szükség is van rá, hiszen nagyon sok területen még mindig a régi elmaradásokat pótoljuk, viszont a pályázati eredményességnek, saját erőnövekedésnek köszönhetően én azt remélem, hogy ezt a régi elmaradt adósságot jövő év végéig az önkormányzat teljesíteni tudja, hiszen mennek továbbra is az intézményi felújítások, most is 6 óvoda egyből tőle teljes felújításra kerül, amellett vannak még energetikai fejlesztéseink. Egyedül az útépítés az, amit nem lehet behozni, tehát ott olyan nagy az elmaradás, olyan nagy még mindig a földutak aránya, annak ellenére, hogy az elmúlt évben például 17 földutat aszfaltoztunk le, most is két számjegyű lesz ebben az évben, tehát ez még kell néhány év, hogy utolérjük önmagunkat, de párhuzamosan folyik az út felújítás, tehát például nagyon fontos útjaink lesznek felújítva, a Korányi, ott lesz egy körforgalom és a Vasvári pár út, tehát folytatjuk, amit tavaly megkezdtünk, ugye a Bocskai utcával például. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és emellett közlekedési csomópontokat is építünk, körforgalom, egyéb, ami a város tisztasága, jó levegője, közlekedésbiztonsága, tehát sok szempontból nagyon fontos. Az, hogy az adóbevételek emelkedtek, ez azt jelenti, hogy a vállalkozásaink erősödtek, vagy a számuk növekedett, vagy mi az, ami köszönhető? Nagyon-nagyon fontos és nagyon pozitív fejlemény, ami az elmúlt éveket tendenciaszerűen folyamatosan jellemzi, az, hogy az itt lévő cégek szinte mindegyike további beruházásokat végez, vagy épp tervez, tehát ez a folyamat nem szakad meg, ami természetesen együtt jár munkahelyek létesítéseivel is, és a munkahelyeknél is a másik fontos érezhető változás, hogy színvonalasabbak, tehát magasabb képzettséget igénylő munkahelyek nagyobb arányban jönnek létre.
Ez megjelenik például ugye az adóbevételekben is, de megjelenik a munkanélküliség adatokban is. Ez 2010-ben 10%-hoz volt közel, most pedig 3%-hoz van közel. Ez is egy nagyon nagy változás. Mi az, amit az önkormányzat a vállalkozók, vállalkozások számára nyújtott eddig, és 2019-ben mik azok a fejlesztések, beruházások, amik kifejezetten az ő jóllétüket célozzák? Az a kezdeném, hogy először is kapcsolattartás, folyamatos konzultáció, ami korábban nem volt jellemző, ez 2011-től megkezdődött. A legnagyobb cégekkel minden évben egy vagy két polgármesteri konzultáció van. A közepes cégek létrehoztak már több évvel ezelőtt egy Nyíregyházáért vállalkozói klubot. Velük szintén van nekem személy szerint is évente legalább 4 alkalommal programom. És ezeken a beszélgetéseken mindig bemutatjuk a városfejlesztési terveket. Gyakorlatilag véleményeztetjük is, megkérdezzük mindig, hogy ők mit látnak, mivel tudná a város, az önkormányzat segíteni a cégek, a vállalkozások munkáját. Ez nagyon sok esetben infrastruktúrális közúti fejlesztés jelent, de jelent tömegközlekedés munkában járás, jelent szakképzettséget, a szakképzett munkaerő folyamatos jövőbeni biztosítását. Tehát eléggé komplex ez a terület, és természetesen ez beépült a mi pályázatainkba, tehát annak komoly szerepe volt, hogy mire pályáztunk, kikértük az itt működő vállalkozások véleményét is, és azt a lehetőségek szerint figyelembe is vettük. A város élhetőségét milyen fejlesztések, beruházások segítik? Hát ez is egy elég széles terület. Én azt gondolom, ebbe a körbe tartoznak azok a fontos közúti infrastruktúrális fejlesztések, amiket nem akarok megismételni, meg azt mindenki látja, de fontosak a kulturálisak is, ugye tavaly a szabadtéri színpad megújult, most a Kállai Kúriát tervezzük befejezni, szeretnénk elkezdeni a Hemót a színház mellett, ott egy olyan éttermet kialakítani, ahol a színházban előadás után beülhetnek, konyha is működik, és nem 10:30-kor zár. De említhetném azt a két parkot, ami ugye a Zöldváros projektünknek a része, amit tavaly befejeztük a Bencsúr-Bessenyei téren, illetve még a Pazonyi téren is. Pazonyi tér felújítás is elkészült, és már kezdődik a Bújtosi Városliget. Tehát az, hogy milyen a környezetünk, az nagyon fontos. A sport, a szabadidő sporttevékenység, az a lehetőségek biztosítása, az is ehhez a körhöz tartozik. Ugye a jégpályát arra jár, mindenki látja, nagyon-nagyon jó a kihasználtsága, és nem csak, hogy infrastruktúránk van, hanem a lehetőséget ki is használjuk. Tehát a jégpálya, múlt héten jártam ott, hogy az iskoláknak vettünk jégidőt, 20 millió forintért van rá pénzük, nem kell hitelt se felvenni hozzá. Elindítottuk közkívánatra az óvodások, óvónők kérésére, a nagycsoport óvisoknak tanulnak meg korcsolyázni. A tanulnak meg úszni projekt, az már régóta megy. És most a családi kori tanítás is megy. Tehát egy nagyon-nagyon pezsgő, színes élet van, szívesen járnak oda az emberek. És ugye épül az úszodánk itt az aréna mellett, amit szintén már szeptember végéig szeretnénk átadni, és már most készülnek a különböző programok, hogy az ne csak a vízilabdásoknak, az úszóknak, tehát a sportolók számára. Igen, hanem mindenki számára adja a lehetőséget. Ez is egy régi adósság, és ez is sokan várjuk, hogy elkészüljön. Tehát ebben a nagyon nagy és komplex fejlesztési csomagban tulajdonképpen benne van minden, tehát lehet mondani, hogy az egész fejlesztési csomagunk az élhető város színvonalának az emelését is jelenti. A nagy rendezvények, melyek azok a nagy rendezvények, amelyeket támogat a város? Ezek is kibővültek, ugye most lesz szombaton a Disznótoros Fesztivál, amit tavaly kezdtünk, ráadásul ebben a februári időszakban, amikor nincsen nagy rendezvény, tehát időben is széthúzzuk a skálát. A másik, az év másik vége felé pedig ugye a Rally, a Nyíregyháza Rally
beindult, ami most már ez évben Európa-bajnoki futam lesz. Ez a sportturizmus szempontjából is nagyon fontos. Több ezer ember fog eljönni egy EB futamba sok országból, és ugye, amit a múlt héten jelentünk be a jetski, itt lesz a jetski Európa-bajnoki futam, ami szintén 20 országból ideérkező sportolókat, szakembereket, szurkolókat, vendégeket jelent. Tehát itt a városnak, én azt szoktam mondani, hogy a magyar turisztikai térképre 5 éve felkerültünk, nem voltunk korábban rajta, 21. a vendégészak a számban Nyíregyháza. Korábban nem voltunk az első 50-ben. Most ezekkel a programokkal is, nem csak hogy a nyíregyháziaknak, a megyebelieknek tudunk egy ilyen színes programkínálatot adni, hanem bizony tudjuk növelni a turisztikai fejlesztést is, amit az elmúlt évben megkezdtünk, a repülőgépes turizmus térképére is fel tudjuk tenni a mi városunkat. Azt gondolom, ez már folyamatban van. Ez sokat segít, hogy itt van a debreceni repülőtér nem messze, amely folyamatosan fejlődik, utasszámba, infrastruktúrába, minden szempontból. De vidorfesztivál is lesz. Természetesen. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a régi, de már az elmúlt években kialakított a Hello Nyíregyházával kezdődő, és igazából a Krudi napokkal, illetve a Tirpák Fesztiválra, minden marad, ami eddig volt. Ehhez jön hozzá, most ugye már tavaly megkezdtük a Disznótoros, de ez most igazán már saját rendezvényük lesz. Az Európa Rally, ott is volt egy kísérlet, meg kellett várnunk, hogy Európa-bajnoki futam pályázatot nyerjen a szövetség, ez hál' Istennek sikerült, és ez Nyíregyházán lesz, és most lesz a jetski legújabban, ami a levelek kitónál, de hát Nyíregyháza levelek bevonásával kerül megrendezésre. Minőségi szálláshelyek száma? Az folyamatosan nő. Kicsit én még jobban várnám a magántőke aktivitását, hiszen indokolják azok a számok, akár az állatparkot nézzük, akár a fürdőt, tehát nagyon-nagyon intenzíven nő a látogatószám, de az elmúlt, ne legyünk elégedetlenek, mert az elmúlt évben a Pangát megnyitottuk, ami nagyon-nagyon, talán a Vártnál még nagyobb sikert ért el eddig, és két magánpanzió is megnyílt, és most pedig júniusban a 122 szobás, már konferencia turizmusra is alkalmas, első nagy szállodája nyílik meg a városnak, ráadásul az önkormányzat tulajdonában valamikor júniusban. Polgármester úr, beszéljünk erről majd év végén is. Köszönöm. Köszönjük szépen a rendelkezésünkre. Köszönöm a meghívást.